Sziasztok, én Dani vagyok, és ez itt a Lead. 90-es években született gamerként nagyon fura híreket olvasni. Azok a cégek, akik egykor egyet jelentettek a minőséggel, most egymásra halmozzák a botrányokat. Borzasztó dolgok derülnek ki arról, hogyan viselkednek a színfalak mögött, de már a játékok, amikhez a nevüket adják, azok is egyre silányabb és silányabb minőséget képviselnek. Bizony, minden játékstúdiónak van egy életciklusa. Vagy hősként halsz meg, vagy addig élsz, míg te is gonoszszá változol. Ettől inspirálódva a mai videónkban arra gondoltunk, hogy összeszedünk nektek 10 olyan, egykor legendás stúdiót, akik valamilyen okból mára teljesen megszűntek. Az elmúlt két videónkban olyan sokan jelentkeztetek a Huawei Discord szerverére, hogy úgy döntöttek, meghosszabbítják a nyereményjátékot nektek. A telefonon, okosórán és vezeték nélküli fülhallgatón kívül most még egy Huawei MateBook D15-öt is nyerhettek, i5-ös processzorral, 8 GB RAM-mal és 512 GB tárhellyel. És mivel az App Gallery-ről már beszéltünk múltkor, most a Game Center-t is bemutatjuk. A Game Center egy külön letölthető alkalmazás az App Gallery-n belül, és gyakorlatilag nagy előnye, hogy nem csak letöltheted innen a játékokat, hanem külön hűségjutalmakat is szerezhetsz. Minden App Gallery-ben vagy játékokban történő vásárlás után kedvezmény kuponokat szerezhetsz, akár 500 euró értékben. A nyereményjátékra ez az utolsó lehetőségetek regisztrálni, ehhez nincs más dolgod, mint belépni a Huawei App Gallery regionális Discord szerverére, ahova amúgy olyan sokan léptetek be, hogy már külön magyar nyelvű csatornát is nyitottak nektek, és beírd a Discord azonosítódat ide a kommentekbe. A nyereményjátékot jövő kedden fogjuk sorsolni egy élőadásban, úgyhogy mindenképp iratkozz fel a csatornánkra, hogy erről le ne maradj. Kezdjük is mindjárt a Radical Entertainment-tel. A cég korai munkái közül azt hiszem talán a legendás Simpsons GTA klón lehet ismerős, a Simpsons Hit and Run, a későbbi munkái közül pedig nyilván a két AAA cím, a Prototype és annak folytatása a Prototype 2 volt maradandó, de hozzájuk köthető három Crash játék is, a Crash Tag Team Racing, a Crash of the Titans és a Crash Mind Over Mutant is. A céget még 1991-ben alapította két iparági veterán, Rory Arms és Dave Davis, akik a legelső Metal Gear-t is fejlesztő Distinctive Software-től érkeztek, annak ülés felvásárlása után. Évekig csak nagyrészt Nintendo átiratokon és adaptációkon dolgoztak, többnyire mindig nagyobb kiadók megbízásából. Hozzájuk köthető például a CSI sorozatokból készült Ubisoftos játéksorozat, aztán pedig 2005-ben a Vivendi felvásárlása után a Crash Bandicoot licencen is ők dolgozhattak, de a 2006-os Scarface játék is náluk készült. 2008-ban állt össze a Vivendi és az Activision, hogy megalapítsák az Activision Blizzardot. Az új struktúrában a Radical Entertainment dolgozóinak nagy részét elküldték, így a függőben lévő három projektből egyet ki kellett dobniuk. A hírek szerint ez a Scarface 2 lett volna, ami már majdnem kész állapotba ért. Így csak az utolsó Crash játékukat tudták befejezni, és az első igazán nagy saját címüket, a Prototype-ot. Ez utóbbi nagy siker lett, mind kritikai fogadtatás, mind eladások terén. Na és itt jön néhány furcsa adalék. A tervek szerint készült volna egy negyedik rész is a Sam Raimi-féle Pókember franchise-ba, és a Treyarch el is kezdett dolgozni egy tie-in játékon. A projektet végül elvették tőlük a Call of Duty javára, és a Radicalhoz került. Persze végül, ahogy tudjuk, a filmet elkaszálták, így a játék sem ment sehova, viszont a játékba fektetett munkát felhasználták a Prototype 2-höz. A Prototype 2 még nagyobb szabású volt, mint elődje, pozitív fogadtatást kapott és a stúdió legjobban fogyó címe lett. Az Activision azonban mégis úgy látta, hogy nem teljesített a vártnak megfelelően, ezért elküldte a cég dolgozóinak nagy többségét, és bár a stúdiót még fenntartotta egy support stúdióként, saját játékokon már nem dolgozhatnak többet, így gyakorlatilag örökre eltűntek. A Psygnosis mint stúdió lehet, hogy névről nem ismerős, talán még a logója sem, pedig egy időben a korszak leginnovatívabb stúdiójának számítottak. A szokásos 80-as évekbeli sztori az övék is. Egy korábbi cég csődbe menetele utána a programozók egy új céget alapítottak, hogy azzal majd sikert érjenek el. Itt talán csak azért érdemes megemlíteni az előző cégüket, az Imagine Software-t, hiszen ők azok, akiknek történetét feldolgozta a Netflix a Black Mirror Bandersnatch című interaktív filmjében. Lényeg a lényeg, a Psygnosis nagyrészt Atari és Amiga játék kiadójaként volt ismerős. Az ő nevükhöz fűződik a Shadow of the Beast, az első olyan játék, ahol parallax módon mozog a háttér a karakter mögött, így adva a 3D illúzióját. De ők adták ki a Lemmingset is, ami az aprócska a DMA Design játéka volt, és hamar a legsikeresebb kiadásuk lett. Ugye a DMA Designt ma már Rockstar néven ismerjük, ha ez nem lett volna meg. A céget 1993-ban vásárolta meg a Sony Electronic Publishing, készülve a saját PlayStation megjelenésükre. Így a Psygnosis stúdiójában készült a G-Police, a Colony Wars, de kétség kívül a legsikeresebb a nagyon sokáig fennmaradt sorozat, a Wipeout is. 1999-re már nagyon jó viszonyban voltak a Sonyval, így jobban be akarták olvasztani őket a cégbe. A cég sales és PR csapatát elküldték, csak a fejlesztőket megtartva létrehozták a Studio Liverpoolt. A cég ekkor vette át a Formula One licenszelt játékokat, de tovább dolgozott a Wipeouton is.
A legszomorúbb a történetükben, hogy igazából nincs semmi extra botrány, ami hozzájuk lenne köthető, ami miatt a rolót le kellett húzniuk. 2007-ben egy Studio Liverpool dolgozó szivárogtatta ki a Rockstar játékát, a Manhunt 2-t, de ennek nem valószínű, hogy közel lenne a bezárásukhoz. Minden esetre 2010-ben a Sony úgy döntött, újra értékeli az európai jelenlétét, és a Studio Liverpool szolgálataira a továbbiakban nem tartottak igényt. Az Ensemble Studios nevét lehet, hogy nem ismeritek fel a logója alapján, viszont szinte biztos vagyok abban, hogy nem találok olyat, aki ne játszott volna, vagy ne hallott volna az Age of Empires szériáról. Az Ensemble gyakorlatilag csak és kizárólag ezen a sorozaton dolgozott évekig, és tagadhatatlanul mesterei voltak az RTS műfajnak. 2001-ben a Microsoft vásárolta fel őket, de nem kérte tőlük, hogy bármit is változtassanak a formulán. Az Age of Mythology és az Age of Empires 3 már az új felállásban, de változatlan játékmenettel készült. Viszont 2004-ben változott kicsit a formula. Ugyebár a Bungie a Halo-t eredetileg még önállóan fejlesztette volna, ám a Microsoft felvásárolta őket, hogy az ő új platformjukra, az Xbox-ra fejleszték a játékot. És azt is lehet tudni a Halo készültéről, hogy eredetileg még RTS-nek tervezték a játékot, és csak fejlesztés közben alakult át egy FPS-é. Tehát a Microsoft úgy volt vele, hogy a Halo RTS-nek azért még kéne esélyt adni, úgyhogy a náluk lévő legjobb RTS céget, az Ensemble-t bízzák meg ezzel a feladattal. Lehet tudni a fejlesztésről, hogy nehézkes volt, hiszen nehéz egy alapvetően egér és billentyűzet központú játékműfajt konzolra átültetni, de az alapvető reakció a játékra pozitív lett. Ennek ellenére a Microsoft még fejlesztés közben elkezdte lehúzni a rolót a cégnél, a dolgozók többségét elküldték, és csak azokat tartották meg, akikre a projekt befejezéséhez szükség volt. A dolgozók ezután több különböző stúdiót is alapítottak, érdekes például belegondolni, hogy mind a Titan Quest, mind az Orcs Must Die is volt Age of Empires fejlesztők kezei közül kerültek ki, de még, és most kapaszkodj meg, a Words with Friends mobiljáték is ex-Ensemble csapat munkája. A Visceral Games még 1998-ban látta meg a napvilágot, akkor még EA Redwood Shores néven, hiszen a céget az EA akkor alapította, amikor San Mateo-ból Redwood Shores-ba költöztek, az új helyen is legyen egy fejlesztő csapat. A cég sokáig nem volt más, mint az EA egyik mini csapata, akik pumpálták ki magukból a mindenféle kötelező köröket. Többnyire a Tiger Woods nevével fémjelzett golfjátékokat, Sims 2 kiegészítőket, de azért olyan nagyobbra értékelt játék is volt az ő nevükhöz kötve, mint a Gyűrűk Ura filmsorozat harmadik részéhez készült tájén játék. A csapat ki akarta magát bővíteni, hogy a licencelt termékek mellett valami sajáton is dolgozhassanak. Sokáig győzködték az EA-t, és végül sikerült elérni náluk, hogy belevághassanak egy szerelem projektbe. Ebből lett végül 2008-ban a Dead Space. A játék annyira korszakalkotóan sikeres lett, hogy a stúdió kiérdemelte a névváltoztatást. Visceral Games néven folytatták tovább, és a profiljuk is átalakult. A cél az volt, hogy mostantól ne csak ilyen mini licencelt cuccokat pörgessenek ki, hanem dolgozzanak nagy akciójátékokon, mint amilyen a Dead Space volt. Még két testvér stúdiót is kaptak, a Visceral Montreal Kanadában és a Visceral Melbourne-t Ausztráliában. A stúdió ezek után dolgozott máson is, mint a Dead Space sorozat, de a többi projektjük közül egyik sem lett annyira sikeres. Hozzájuk kötődik az egyik, már korábban emlegetett elkaszált projekt. 2013-ban a cég épp egy kalózos tematikájú játékon dolgozott, amikor az EA megkapta a Star Wars játékok licencét a LucasArts bezárása után. Tekintve, hogy az épp aktuális Assassin's Creed a Black Flag volt, a kalózos játékot elvetették, helyette a játék sztoriát és koncepcióját egy Star Wars játékba kezdték el átültetni, az Uncharted játékokat is jegyző Amy Hennig sztoriához. A stúdió viszont fejlesztés közben elkaszálta a projektet, és ezzel együtt az egész stúdiót is bezárta. A gyanú szerint a fő probléma az volt, hogy a cég főleg single player játékokat fejlesztett, amikor épp a multiplayer címek mentek inkább, de az EA ragaszkodik a sztorihoz, hogy piaci trendeket követve zárták be a stúdiót, és hogy már nincs akkora érdeklődés a Visceral játékaira, mint korábban. Az Atari neve kétségkívül legendás a videójátékiparban, hiszen hozzájuk köthető a sokak által elsőnek tartott játék a Pong. Ez igazából a marketinges csapat zsenialitását tükrözi, hiszen a Pong valójában nem az első videójáték volt, és eleve csak egy újracsomagolása volt a Magnavox Odyssey tenisz nevű játékának, mégis a Pongra emlékszünk többen. Ha csak simán rákeresel az Atarira, azt látod, még léteznek, de valójában már nem ugyanaz a cég. Az Atari egykor a 70-es években a játékfejlesztés egyik császára volt. Sorra készültek a kezeik közül a jobbnál jobb játékok, olyannyira, hogy már saját konzol is adtak ki, az Atari 2600 mind a mai napig az egyik legsikeresebb konzolnak számít a Nintendo előtti időkből. Aztán végül jött 1983, amit mind a mai napig a videójáték krach néven tartunk számon. A nagy bezuhanás több dolog miatt is történt. Az első, hogy az Atari 2600 sikerén felbuzdulva rengeteg cég egyszerre dobott piacra egy rakás konzolt, amivel túltelítették a piacot, tekintve, hogy exkluzív játékokat futtattak. Erre még rájött az is, hogy az otthoni PC-k is kezdtek elég erősek lenni a játékok futtatásához, így ez is egy konkurens
platform volt. Ráadásul a nagy cégek, akik előtte mind maguknak adták ki a játékaikat, egyre nagyobb versenyt tapasztaltak független játékfejlesztőktől, akiknek nem kellett hardverek gyártásával foglalkozni, csak a játék szoftver fejlesztésével. Mindezek pedig ahhoz vezettek, hogy a nagy nyomás és a csökkenő erőforrások miatt egyre silányabb és silányabb minőségű játékok készültek. Végül az általánosan elfogadott sztori szerint az Atari két játéka, a borzasztó E.T. tie-in játék, aminek a komplett történetét már kibontottuk egy korábbi videónkban, és a még borzasztó Pac-Man adaptáció verte be az utolsó szöget a cég koporsójába. A cég ekkor majdnem teljesen csődbe ment, és alig tudták átmenekíteni a jogokat, hogy folytathassák működésüket. A 90-es évekig húzták, még a 80-as években kiadták a Lynx konzolt, 94-ben a Jaguart, ám mind a kettő bukásnak minősült, és végül az adósságaik miatt lehúzták a rolót. A nevet sokáig adogatták egymás között a cégek, egy időben a Hasbro-nál voltak a jogok, jelenleg pedig a francia szoftverfejlesztő Infogrames használja az Atari nevet, ám játékok helyett szállodaláncot üzemeltetnek. A Midway annyira patinás és régi cég, hogy az alapítás idejében a videójátékok még úgy igazán nem is léteztek. Eleinte az 50-es években játéktermi arcade gépeket üzemeltettek. Nem arcade videójátékokat, hanem hagyományos, golyós flippereket, lövöldöző automatákat, stb. Később áttértek arcade videójátékgépek gyártására, és ezzel lettek iszonyú sikeresek. Ők hozták el nyugatra a Pac-Man gépeket, és készítették el annak folytatását, a Ms. Pac-Mant is. De ha Midway Studios, akkor a nevük tagadhatatlanul leginkább a Mortal Kombattal fort egybe. A sorozat összes játéka a kezük alatt készült 2008-ig, de ezen kívül is rengeteg játék kiadásával foglalkoztak. Egészen 2000-ig foglalkoztak arcade gépek gyártásával, utána álltak csak át kizárólag otthoni játékok fejlesztésére és kiadására. Az ő kiadásukban jelent meg a Lord of the Rings Online és az Unreal széria néhány játéka is. 2000-ben még a negyedik legsikeresebb játékkiadó voltak eladási számok tekintetében, 5 év múlva már csak 19., 2006-ra pedig már csak a 20. A következő évekre is jellemző volt az eladási számok és így a bevétel hanyatlása. 2008-ra már 191 milliós mínuszban zárták az évet, 2009-ben a Warner Brothers 33 millió dollárért vásárolta meg a cég felszereléseit és a náluk lévő összes jogot, így a Mortal Kombat széria életben maradhatott, de a Midway sajnos nem. Peter Molyneux lassan egy komplett videót érdemelne a csatornánkon, annyira meghatározó személyiség a videójátékiparban. Na de addig is beszéljünk egy újabb stúdiójáról, a Lionheadről, akik annak idején a Black and White és a Fable sorozatokat hozták el nekünk. Amikor Molyneux-ék cégét, a Bullfrogot felvásárolta az EA, úgy érezték, már nem kapják meg ugyanazt a kreatív szabadságot, mint előtte, úgyhogy kiváltak és új céget alapítottak Lionhead néven. A szerződésük értelmében az első játékukat még az EA-nél kellett kiadatniuk, de a kreatív szabadságuk már megvolt. Ebből lett a zseniális Isten a Black and White, majd ezt nem sokkal követte a szintén zseniális Fable. A Black and White második része és az azzal egy évben megjelent The Movies viszont nem teljesített olyan jól anyagilag, mint tervezték. A Lionhead vezetősége egy partner után nézett, aki felvásárolná a céget és aki alatt folytathatnák a működésüket. A győztes végül a Microsoft lett. A Microsoft alatt folytathatták a játékaik fejlesztését, ez időtájt készült el a Fable 2 és a Fable 3 is, és relatíve volt szabadság is. Molyneux időközben egyre magasabbra emelkedett a Microsofton belül, és a cég játékfejlesztő részlegének európai kreatív igazgatója is lett. Ezzel indultak a mindenféle kinektes őrületek, mint a már emlegetett ordas nagy hazugság, a Milo and Kate, valamint a Fable the Journey, ezek mind rossz hírnevét keltették a cégnek. 2012-ben egyszerre rengeteg veterán megelégelte a helyzetet a cégnél, és egyszerre bevonultak Molyneuxhöz, hogy beadják felmondásukat. Molyneux állítólag ordítozva dobta ki őket az irodából, majd még abban a hónapban ő is otthagyta a céget. Innentől kezdve pedig a Lionhead napjai meg voltak számlálva, hiszen egészen eddig Molyneux volt az egyetlen, aki kezelni tudta a Microsoftot. A cég innentől azt kérte tőlük, hogy szolgáltatás alapú Fable-t fejlesztenek, vagy különben be lesznek zárva. Elkezdtek dolgozni ezen a projekten, kidobva a Fable 4 terveit, de aztán végül 2016-ra Microsoft teljesen váratlanul bezárta a céget. A cég néhány dolgozója később megalapította a Two Point Studios, akik folytatták a még Bullfrog alatt indult Theme Hospitalt a Two Point Hospital címen. Amikor az EA történetéről van szó, és megemlítjük a sok stúdiót, amit bezártak, akkor azok között mindig előkerül a Pandemic Studios neve. Már-már ironikus, hogy amúgy ex-Activision-ös dolgozók alapították a stúdiót még 98-ban, konkrétan az Activision befektetésével. Beszélhetünk az Army Man RTS-ről, vagy a Star Wars The Clone Wars taktikai lövöldéről, de egyértelmű, hogy a stúdió legfontosabb alkotása a Star Wars Battlefront volt. Egy évre rá, ráadásul kiadták a Destroy All Humans, valamint a Battlefront 2-t is, ezzel rögzítették a helyüket a legendás stúdiók között.
2005-ben álltak össze a BioWare-rel egyfajta közös stúdiót létrehozva, majd ezt a közös csomagot 2008-ban vásárolta meg az EA. Úgy tűnik, az EA ebből a felvásárlásból két dolgot akart igazán megtartani, a BioWare gárdáját, valamint a Pandemicnél lévő Battlefront jogokat. A felvásárlás után ugyanis elkezdte bezárni a fejlesztő stúdió irodáit, majd szép lassan leépítgetett az egész cégben, és ezek a leépítések mindig érintették a Pandemicet is. 2009. novemberében jelentették be, hogy ténylegesen, teljesen felszámolják a Pandemicet, néhány dolgozó pedig az Office Space filmet idéző videót forgatott, amiben kalapácsokkal zúznak ripityára egy a cégtől elhozott nyomtatót. A Neversoft története nagyon szomorú, és egyben a Tony Hawk Pro Skater sorozat szomorú befejezésének is története. A céget 1994-ben alapította, ahogy sejtettétek, egy másik játékfejlesztő cég, a Malibu Interactive 3 távozó munkatársa. Az első projektjük egy hongkongi játékgyártó fizikai játékaihoz és ahhoz gyártott rajzfilmhez kapcsolódó tie-in volt, a Skeleton Warrior. A következő években folyamatosan csak elkaszált projekteken dolgoztak, egy Ghost Rider játékon a Crystal Dynamicsnek és egy sosem elkészült Big Guns nemű saját címen. 1998 elejére már kezdtek kifutni a pénzből, amikor az Activision felkereste őket, hogy egy befutcsolt belsős projektjüket dolgozzák át. Ebből lett végül az Apocalypse Bruce Willis főszereplésével. Mindeközben felmerült az ötlet, hogy mi lenne, ha készítenének egy gördeszkás játékot is. Akkor még nem volt elég erőforrásuk, de az Apocalypse befejezésével belevágtak ebbe rendesen. És bizony a következő pár év hatalmas siker volt a Tony Hawk's Pro Skater sorozatnak köszönhetően. 1999 és 2007 között minden évben újabb részt mutattak be a szériában. Ez az év azért is volt más, mert eddigre az Activision megszerezte az épp csúcson lévő Guitar Hero jogait és az új harmadik rész fejlesztését a Neversoftra bízta. És hát sokak szerint egyértelműen ez volt az utolsó jó rész a sorozatból. A Neversoft egészen a Warriors of Rockig vitte a sorozatot, beleértve a Band Hero-t is. 2011-re viszont befáradt a cég. Ekkor már csak másodhegedűsök voltak a nagy sikereket halmozó Call of Duty mögött, és csupán egyes módokat fejlesztettek a Modern Warfare 3-ba és a Ghost-ba. A Neversoft dolgozóinak túlnyomó többsége az Infinity Ward-hoz került, ám a nevet értelemszerűen ez utóbbi adta. A céget hivatalosan 2014. július 10-én, napra pontosan 20 évvel az alapítása után zárták be, és a dolgozók a szomorú eseményt a logójukban látható átszúrt szemgolyó elégetésével kísérték. Ezekből a sztorikból is látszik, hogy bármilyen legendás stúdió vagy, bármilyen ikonikus játékok fejlesztése köthető a nevedhez, a siker nem tarthat örökké. Nektek melyik volt a legszomorúbb a listáról? Esetleg melyik legendás játék stúdió történetét hallgatnátok még meg? Írjátok meg kommentben, vagy beszélgessünk róla a Discord szerverünkön, ehhez linket találtok a leírásban. Ha tetszett a videó, sokat segít nekünk, ha ezt egy lájkkal is jelzed, és ne felejts el feliratkozni a csatornánkra, hogy ne maradj le a további tartalmainkról sem. A kis bevásárló kosár gombra kattintva eljuthatsz a webshopunkba is, ahol menő gaming perifériákat, gamer és e-sport meccseket, és még csomó minden más hasznos valamit találsz. Várunk legközelebb is!